Csak nem egy fokkal megdőlt az országos napi melegrekord. Adonynál 40,2 fokot mutattak a hőmérők, az eddigi csúcs 39,3 Celsius fok volt. Aki tehette, ma is víz közelében vészelte át a kánikulát, holnap azonban jön a hidegfront, a meteorológiai szolgálat az egész országra másodfokú figyelmeztetést adott ki a várható zivatarok miatt. Már a nyitáskor sokan álltak sorba az ország legnagyobb fürdője előtt. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, úgy nő a vendégek száma is Hajdúszoboszlón. A 30 hektáros területen több ezren strandolnak és próbálják hűsíteni magukat a vízben. Strandolni fogunk egész nap és próbáljuk víz mellett elviselni. Ez az összes mai tervünk. Nyilván elmegyünk, majd megebédelünk, aztán vissza a vízhez menekülünk megint. Csütörtökön még az esti órákban is 30 fok fölötti hőmérséklet várható. Így sokan döntöttek úgy, hogy sötétedésig, vagyis este 9-ig is maradnak. Teljes kapacitással üzemelünk, gyakorlatilag reggel 7-től este 21 óráig minden vendég megtalálhatja nálunk a fürdőszolgáltatásokból a neki megfelelőt. Balatonszárszon is már délelőtt meghaladta a 30 fokot a hőmérséklet, de a víz is 27 fokra melegedett. Itt is már reggel kígyózott a sor a bejáratnál. Itt a vízparton meg a vízből el lehet viselni, de nagyon meleg van. A szakemberek szerint nagyon fontos, hogy védekezzünk az erős napsugárzás ellen. Ha lehet, inkább tartózkodjunk árnyékban, használjunk magas faktorszámú naptejet, hűsöljünk a vízben vagy akár a párakapuk alatt, és fogyasszunk sok folyadékot. Azt tapasztaljuk, hogy igenis nagyon odafigyelnek. Mi reggel 9-kor nyitunk, és már itt 9-kor sorban állnak a vendégek, és nappal bizony 11 és 3 óra között a családosok mindenféleképpen hazamennek és otthon pihennek, a többiek pedig itt nagyon nagy az árnyékos területünk, a központi strandon árnyékban vannak, hál' Istennek. Balatonfüreden a fürdőzés mellett sokan fagylalttal is próbálták hűteni magukat. A citromot, vagy csokoládét szeretem legjobban, de a citrom nélkül jobban lehűsít. Sokan vannak viszont, akiknek a hőség idején szabadban kell dolgozniuk. Ezek a drónfelvételek még szerdán a Pest megyei Kakucson készültek, ahol éppen aszfaltoznak. A hőkamera adatai szerint, amíg a fák között csak 36 fok volt, addig a munkálatok mellett már az 55 fokot is meghaladta a burkolat hőmérséklete, a friss aszfalt fölött pedig elérte a 140 fokot. Kifejezetten örülnek viszont most a munkakörülményeknek azok, akik ebben a kaposvári hűtőraktárban dolgoznak. Itt mindössze plusz 6 fok van. Ez a hőség még megerősít abban, hogy jó választás volt, hogy ide jöjjek, és mindenkinek csak ajánlani tudom az ilyen munkakörülményeket. Az üzemvezetője hangsúlyozta, ebben a hőségben fontos odafigyelni az élelmiszerek helyes tárolására. Általában szinte minden friss termékre elmondható, hogy könnyen romlik. A legérzékenyebb az a friss tej, ezért a friss tej az, aminek a hűtésére a legnagyobb figyelmet fordítjuk. Jelenleg az egész országban harmadfokú hőségriadó van érvényben, amelyet az országos tiszti főorvos rendelt el. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, ilyenkor különösen veszélyben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Csütörtök délután Adonynál 40,2 fokot mutattak a hőmérők, ezzel megdőlt az országos melegrekord. Pénteken nyugat felől érkezik a hidegfront, zivatarveszély miatt az egész országra másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.